Sziasztok srácok, Gergő vagyok, a versenyszervezője ennek a gyönyörű versenynek, amit most Ricsivel együtt fogok lenarrálni nektek. Sziasztok! És ugye mondanám is gyorsan akkor, hogy állunk, Donát Barzul a bal oldalon látható, a jobb oldalon pedig Subject Omega-val Miklós. Igazából így előjáróban azt érdemes tudni, hogy aki már játszott Donáttal, az ugye elég gyorsan fogja vágni, hogy Donát Rábaközi úr tanításait követve imádja a kommandot. Szinte kommanddal kell és kommanddal fekszik. Úgyhogy gondolom, hogy itt is egy nagyon hasonló kis témát akarunk látni. Hozzátenem, hogy nekem volt szerencsém ezt a meccset így végigülni, hogy nagyon mellettük ültem. Hát eléggé tartalmas lesz szerintem. Látjuk. Hát reméljük, és ugye Barzul káoszához méltóan ugye egy Temptationnel is kezdett rögtön. Donát. Azt mondjuk nem értem, hogy miért nem a plenumra rakta, ami esetünkben az utolsó bolygó. Nyilván gondolom azért, hogy ne kelljen neki már oda kommandot kiraknia. Mondjuk én lehet, hogy a plenumra raktam volna a Sanish Temptation-t és a kettes kommanddal kimentem volna lenegálni a Reaper Swarmot. Ezzel kb. Kényszerítve a Zoanthrope-ot, hogy oda jöjjön, vagy tényleg kikényszeríteni az Omega-ból oda a komitot. Érdekes. És ugye nehéz dolog így Barzulla, még nem játszottam vele úgy őszintén, csak egy elmélet elképzeléseim vannak, hogy nehéz dolog így vele kommandot sznájpolni. Ugye a kommandekek jó részének előnye az, hogy az első egy-két körben a Warlorddal leölöd az ellenségnek a kommandját, de ugye Barzulla ezt nem nagyon tudod megtenni, még egy ilyen egy-egyes Reaper Swarm ellen sem, mert ugye nem igazán tudod megölni. Ez abszolút így van. Hát elméletben a Barzulla kommand játéka ugye az abból áll, hogy elég egy kombat egységet kiraknod az első pályára, mert Barzul azt meg tudja védeni. Nyilván nem úgy számolhatjuk, hogy ad neki 5 feneket, és akkor mehet a Nicki Minaj, hanem tényleg az, hogy azért mégis jó pár shieldet meg tudsz azzal spórolni, hogy Barzul ott van vele. Ekkor viszont ugye egységekből kéne jobban kommandolni. Igen. És azt azért ne felejtsük el, hogy nem mindegyik egységet tudja megvédeni, az egységnek túl kell élni azt, hogy Barzul megvédhesse. Tehát azért például egy ilyen Incubus Warrior mellé nehézkes, hogy kimenjen-e vagy ne. Igen. Hiszen nyilván nem fog... Érdekes dolgok történnek itt. Igazából, hogyha Miklós nem fogja promotálni azt a Hormagauntot, ami beinfestált az Incubus Warrior előtti bolygót, akkor majdnem biztosan mondhatjuk, hogy ő le fog kimenni a Zoanthrope kommandot kiegyenlíteni, illetve lelőni az Incubust a következő körökre. De ahogy láttam, itt volt két passz. Úgyhogy az a Hormagaunt szerintem nem a legoptimálisabb helyen van jelenleg. Főleg nem 3 pénzért, ugye? Így van. 3 pénzért 2-2, nem visz kommandot és csak infestált egyet. Úgyhogy igaz, hogy a supporttal ki tudta húzni ha jól láttam, a pénzt, vagy talán a lapot? Lapot húzta ki a belőle. A bolygóból? Hát nem tudom. Ez mennyire érte meg? Vagy nem láttam pontosan Miklósnak a kezét, te láttál valamit a kezében? Valamilyen nem, sajnos nem láttam én semmit, úgyhogy a lent lévő lapokból találhatunk mi is. Hogy érzed, a Synanindánál szerintem mindig egy érdekes téma, hogy hova fog tolni a Synapse Unit? Mi lehet most a Zoanthrope-nak a célpontja, amit lelőhet? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát, ha jó célpontot akar keresni magának, akkor mindenképpen kimegy a Karnatra, és ugye ott már kettőt tud sebezni. És most ez valóban ki is fog derülni. És nem is kiment az első bolygóra, hogy azt így könnyedén hegykére elvigye. Wow, azért az a Barzul Command Snipe-ot megvillant. Igen, ezt mondtam, ami így... Most elviszi tőle a lapot és a pénzt, ami nem rossz, de utána meg csatából haza fog majd szépen kullogni, és igazából csak egy pénzzel egy lappal van előrébb. Érdekes amúgy, mert én alapjáraton hopp, most talán látunk valamit Donátnak a kezéből. Igen, most már látunk egy Soul Grindert. Lehet, hogy ezt a Dundit várta? Meg aztán egy csak van még egy Temptation is a kezében, ha jól láttam, szóval az még a következő körben okozhat meglepetéseket. Igen. Amit én nagyon furcsáltam, hogy azért a káosz játékosoknak szerintem ez egy ilyen hatalmas előnye, főleg Barzulban. Az első körben levágok az első bolygóról valami nagyot, kimegyek mellé Barzullal, és akkor így lehet vergődni, mint disznó a jégen. Hoppa, szerintem pont az én kezem volt. Igen. A kezedből is egyetértek, meg az elmélettől is egyetértek. Igen, a káoszban nagyon jók az elitek, a nagyságűek, és ezért jól meg lehet tolni velük az első bolygót. Így viszont érdekes, hogy miért pont a... Hogyha nem volt nála nagy dundi, akkor miért a plenum lett kiváltva
Barzul által, ez egy ilyen furcsa, furcsa dolog. Hát azért a planomot nem fogja tudni kiváltani, ezt te is tudod. De igen, jó, nyilván úgy értettem, hogy akkor... hogy tényleg csak én le akart negálni annak az egy Ripper-szalnak a kommandját. Valószínűleg igen. Hát ugye végén már ezért rakt volna elé a két kommandos a Incubi Warrior-t. Hát ezt már sosem tudjuk meg, hogy itt most mi lesz pontosan. Viszont ugye Miklós most így megnyerte ingyen azt a bolygót, tehát hogy mozgathat. Egy igen érdekes mozgatás volt. Alapvetően. Az a baj, nagyon más nem tudott volna mozgatni. Tehát hogy most a Ripper Swarmot toltott volna arrébb. Igen, tehát... Így legalább nyer egy kommandot, mert ugye a két kommandos Incubi Warrior csak lefolytotta azt a Hormagantot. Igen, igen. Hozzátéve azt amúgy, hogy a Hormagant az később került oda, mint az Incubi Warrior, szóval igazából ott Mikros saját magát folytotta le szerintem kommandban. Igen. De gyanítom, hogy inkább a gyors egy lapra hajtott, mert beragadt a keze, nem tudom, nem láttam sajnos a kezét, ezt bírom elképzelni. Hát az első kör az elég gyorsan lepörgött, az első Osus 4 nevű bolygót el is vitte Miklós. Igen, ami egy sima zöld, tehát igazából a nyerési esély a negyedik bolygón, majd a Galruson fog beállni, és ott a következő temptation is, ahogy ezt így vártuk. Igen, ez egy elég erős játék. Viszont ugye, igen, a kérdéses, tehát hogy a temptation te minden esetben egy utolsó bolygóra raknád, hogy minél távolabb kerülje az ellenséges Warlordtól adott esetben, vagy számít az, hogy melyik bolygóra tudod rárakni. Ugye most egy Aatrox Prime-ra került, ahol, ahol fog majd valószínűleg Omega kimenni és megharcolni azzal a temptation-nel, de utána azért kap majd ingyen sebzést is. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy az egy opció, vagy jó opció volt ebben az esetben. Nagyon furcsa elméletem van a Strange Temptation-ről, és ezt majd kérlek a kommentbe Facebookon vagy itt YouTube-on jelezzétek, hogy itt értetek-e velem. Én, ha tehetem, a Temptation-t olyan bolygóra teszem, aminek nincs resource-a. Ami nem ad resource-t command után. Hmm. Egyszerű oknál fogva, én oda kirakom, és az ellenség oda megy kommandolni, mert akar bevételt venni, mert csak oda tud olcsó command egységet kirakni. Ezért kettőt nem raksz ki szívesen Rogue Trader-t meg Void Pirate-et. Nyilván. Akkor ne vigyen pénzt. Akkor vigyen csak egy lapot, vagy kettőt. Egy kutya, de pénzben álljon jobban. És igen, ez egy nagyon furcsa hozzáállás, mert a lap sokszor többet ér, mint a pénz. De én sokszor úgy vagyok vele, hogy legyen nálad sok shield, ha a kevesebb egységet gyorsabban meg tudom enni. Ez egy ilyen sajátos dolog, nem mindig értek magammal se egyet, és ez elég diszonánsan hangzott. Érdekes hozzáállás a dolgokhoz. Nem mondanám azt, hogy rendkívül rossz hozzáállás. De például most nem jött be, ahogy látod, mert Miklós például a planumra kitette 3 pénzért ezt a Toxic Baron dropot. Igen. Annak ellenére, hogy meg 4 pénzért kiteszi a Gene Stealer Broodot, hogy kereshessen. Érdekes. Szerintem, és ez egy ilyen, megint csak egy elmélet, mert nem látom, mondjuk most nézem, hogy mit lát Miklós a felső hatban. Azért egy Signature Unitot már látok. Meg No Mercy-t. Igen, mondjuk No Mercy sajnos nem Gene Stealer, úgyhogy nem tudja kihúzni. Igen, viszont sokat segíthet a játéken. Igen, igen, igen. Szóval, hogy itt szerintem az is nagyon furcsa nekem, hogy a Donátnak nem sikerült még olyan boardot setupolnia, ahol ki tudja használni Barzulnak a passzívját, a hős képességét. Uh-huh. Nincs egy olyan nagy egységet, akiről tudna átszívni magára a sérülést. Így van. Azért nézzünk rá az asztalra, van 2 infested bolygó, az már elég jó ambus alap az Omegának. Így van, 2 command egységgel, és most sikerült lerakni egy Soul Grindert a második bolygóra. 2 kultistáért, tehát azért ott egy Promise of Glory is elfogyott érte. Jó, de ez ingyen van, az igazából nem pénz, az ingyen pénz. Az a baj az a Promise of Glory ingyen pénz összehasonlítása, hogy számomra a Promise of Glory ez egy shieldes lap. És Barzulban nagyon sokszor számíthat az, hogy van egy shieldem arra, hogy az egységem még pont túl lé, és le tudjam volna venni a sebet. És jó esetünkben ez most nem akkora interferencia, de nem szeretem úgy számolni a Promise of Glory-t, hogy ez ingyen 2 pénz. Számomra az egy olyan lap, ami néha jöhetett volna máshogy. Én nagyon sokszor nem szeretem kijátszani, inkább kiköltöm a pénzt. De nyilván nem én vagyok most a Barzul játékos, biztos volt valami terve a Donátnak ezzel. Hát azért a Soul Grinder az mindenképpen hasznos, hogy ha Barzul nélkül is nyer kommandot, akkor igazából ott a bolygót elvitte erőteljesen. Igen, igen. Már is akartam kérdezni, hogy mi a véleményed itt a komitokról.
De rosszul hát, néz ki ez az asztal. Eléggé csúnya, igen, ott a Ziontróp az... kimented a Barzul mellé, és valószínűleg, hogyha Miklós jól taktikázik, akkor nem Barzulba fog lőni, hanem a... hanem az Inkubuszba, és akkor ugye azt ott le is lőtte. Igazából a kommandot elmondhatnék, hogy mit vitt, de nagyjából self-explanatory, hogy... Az első két bolygót ezt elvitt a Donát, a három utolsót pedig elvitt a Miklós, ez elég egyértelmű. Elég furcsa, nem? Tiranidával command deck ellen 3-2-be vinni a kommandot, az elég húzós. Nem tudom, az a baj, hogy nem látjuk pontosan a játékosok kezét, de ahogy itt rápikkelhettem Donátnak a kezére, szerintem neki nagyon-nagyon összeszorult a kezében a sok event, meg a sok shieldes lap. És azt szerintem szörnyű. Egy olyan command... Mondjad, figyelek. Nem tudom mennyire elite heavy ez a Donát féle deck, de a Chaosnak ugye az a nagy előnye, hogy akár Barzul, akár Kugát, akár Zaratúr, mindenképpen kell nekik a harc. Hogy minél többet harcolhassanak, hogy ne ragadj, ugye, hogy pörgessék a kezükbe lévő lapokat is. Ez Barzul esetében is minden bizonyal így van. És ugye nem nagyon volt eddig tényleges harc, mert ahol eddig Barzul kint volt, ott első körben hazajött, nem tudott magára sebzést osztani, vagy akár csak shieldelni, vagy akár csak támadni sem. Úgyhogy így elég nehezen megszorult. Ezzel félig kell egyetértenem. Azért Barzulnál az a lapoknak ugye van egy ilyen érték, hogy ott módszeresen jobban kell shieldelnem, főleg mivel mint láthatjuk most is igazából command egységek vannak a Donátnál, és már második random discardra is egy Chaos Fanatic jött ki eldobodásra, jól emlékszem. Tehát itt valószínűleg a két commandos egységekre ment rá a Donát nagyon. Ott viszont ugye minden shield számít, mert ha valamire rávágnak kettőt vagy hármat, onnan azért kell shieldelni, hogy a Barzul átfelse a sebet, és igazából akkor lesz az első komolyabb harcoló egységet az asztalon, amikor Barzul lebladizódik. Addig sajnos a Soulgrinder önmagában nem tud nyarat csinálni. Nem. Én azt sem értem egyébként, hogy ugye ott egy Genestealer Brood állt szemben a Fanatikkal, ami alapvetően így ránézése is egy nyertes helyzet command szempontjából, hogy Soulgrindert miért nem más bolygóra tette ki, mondjuk a Harmogaunt-tal szemben. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy a bolygó színre ment, hogy a Tarus az mindenképpen az övé legyen majd, amikor az az első bolygó ebben a körben. Ha jól látom, akkor már a harmadik körnél járunk. Így van. És utána, szerintem, de ez most tényleg csak egy spekuláció, hogy utána szeretné ő ezt a Soulgrindert rángatni a Barzullal, hogy fixen nyerje vele a kommandót, és ezzel kicsit visszajönni a játékba, a téren, hogy leöli azokat az egységeket még a kombat előtt. Nem tudom én, mennyire lesz kifizetődő. Sajnos. Érdekes elképzelés. Nem tudom, én a Soulgrindert kicsit sokallom erre a taktikára, tehát a árban sokallom egy kicsit, még Primus a Glory-val is. Hozzátenném, hogy szerintem a Fiend, ami a verseny után jelent meg, azt Lenny Fiendről beszélünk, nyilván jobb lenne erre a témára sokkal. Viszont akkor még ez nem állt a készlet, így, tehát nem volt a készlet része. Szerintem a Soulgrinder amúgy a árérték arányban egy teljesen rendben lévő Chaos Elite, nem is értem miért játszuk ilyen keveset itt az országban. Biztosan a tanultabb, meg tapasztaltabb játékosok ezt lehetjék nekem mondani. On the side note, én a Bloodletter gyűlölöm, csak aztán mindig rájövök arra, hogy ez egy AOL 3 vagy egy AOL 4, és akkor úgy csöndben maradok. Igen, az még Barzul mellett is egy AOL 3, ami valójában vagy nem rossz 5 pénzért. Sokat számít egyébként egy elitben, hogy 5 pénzért jön, vagy 6 pénzért jön. Igen. És ezért mondom, hogy szerintem a Soulgrinder 6 pénzért én drágának ítélem meg. Az 5 pénzes lehetőségek közül vannak tényleg jobbak is, tehát egy 5 pénzért egy Airy Effect 3, az szerintem arányaiban jobb, mert több egységet tud megölni egyszerre, mint mondjuk a Soulgrinder, de a Venomous Fiend is jobb 5-ért, mert ha csak a Warlordoddal mozgatod, is csúnya sebeket tud kiosztani már az elején. Nem beszélve olyan kombókról, amik arra építenek, hogy őt mozgassák. Hozzátenném amúgy, itt kicsit félrecsúsztunk ugye az egyetek megvitatásával. Minden információ, amit elhangzik, ez főleg szubjektív. Viszont azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogyha az embernek nincs a kezében elég command egység, és van egy-két combat egysége, akkor bizony ezt kell csinálni szerintem is, mint a Donát megpróbált megnyomni, hogy azt az első egy-két bolygót elhúzni, ne legyen könnyű győzelme a másiknak, kvázi időt és tempót nyerni.
Szörnyű ránézni úgy az asztalra, hogy az Omega megtehette azt, hogy a Signature Unitját nem ambusolja, hanem konkrétan egy ilyen deploy actionben lévő command snipe-nak használva megölje maga elől a commandot három pénzért és command egységé váljon. Az azt szerintem a végnek az előjele. Hát valamelyest igen. Mert de most kikerült egy barzus. Hova igen? Tudod kikomitolni a barzult? Az első planétre, mert ott van egységed, meg a másodikra. Mind a másik három bolygón ugye haza kell menekülnöd, mert nem tudod ők megverni ott az egységeket egyedül. Tehát igen, de azt számolt bele, hogy ha most az első bolygóra, ha kimegy Omega, valószínűleg nem fog kimenni, mert azért ott van ott annyi hús, amivel nem tud el lenni egyedül. Jó, talán esetleg, hogyha ne nagyon sok pénzt kap. Igen, tudom, ezt akartam mondani, hogy ha olyan be tud ambusolni, akkor esetleg. De nem vagyok benne biztos. A második, tehát az első két bolygóra fog kimenni barzul, ez elég egyértelmű. És szerintem egyébként az elsőre, bár nem vagyok benne biztos. Nem, és tévedtem is, hogy a másodikra ment ki. Érdekes amúgy. A zoantróppal szerintem Miklós simán kimehetett volna az elsőre, egy picit oda pörkölni annak a Chaos Fanaticsnak. Nem hiszem, hogy megölte volna őt a Soul Grinder együttésből, biztos, hogy volt nála shield. Viszont, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy az utolsó bolygón miért térhette meg három pénzért command egységet csinálni a Signature egységéből magának. Ugye az a rautolós bolygó. Hogyha az embernek gyorsan kell tempót nyerni és valahogy még egy kört ráhúzni, hát a fel tud állni a pakliával, nyilván amúgy itt a domunkra imatekod, akkor ez eléggé esélytelen már. Akkor a rautolós bolygó az nagyon sokat tud segíteni, hiszen a következő körre felszabadít egy komandot. Kvázi egy kicsit könnyebb, kevesebb komanddal is komandot nyerni. De az, hogy ott van kint egy 3-2-3-as alapból az az egység, hogy van 2-3-as és 2-4-es ebben a körben, igen. Azért azzal már nem berekszek meg szívesen, főleg nem egy 0-5-ös Warlorddal. Így van. Egyébként visszatérve, hogy miért nem ment ki a Zeontroppal az első bolygóra, hogyha igazándiból akármi történik is, ott föl kellett volna áldozni a Zeontropot, mert azon a bolygó nem tud nyerni commandot, és ugye a Soul Grindernél föl kell áldozni egy nem Warlord egységet. És a Synapse ugye nem Warlord egység. Az nem Army Unitot-től? Non-Warlord-től? Az egy Non-Warlord Unitot. Akkor mindent értek, elnézést, akkor... Én is most néztem utána, mert kíváncsi voltam rá, de az egy csúnya dolog lett volna ott a Synapse-nak. Igen. Azért ezt halljuk be. Akkor megkövetem magam, így érthető. Én lehet, hogy amúgy bevételtem volna magam is egy ilyen next level trükkel megöltem volna a saját Synapse-omat, hogy egy fallback-kel visszahozzam. Nyilván sem értem, nem lett volna, úgyhogy... Tehát ennek itt vége is ennek az okfejtésnek. Igen. De ez egy nagy a harc, így is az első bolygón, azt azért ne felejtsd le, az, amit mondtál is, és be is igazolódott, hogy infeszi a planet, és Omega le tudja ambusolni de szépen az egységeit. Ugye letolt elsőnek egy Jean-Serial Prowlert, aztán meg letolta a Signature-jét, és azt még fölcsatolta a Signature Little Toxin-szekkel, úgyhogy most már egy igen csúnya egységet varázsolt oda. Itt hozzá kell tennem, hogy a Little Toxin Sex-et, Uh-huh. Na jó, nagyon furán fog hangzani. De a lényeg az, hogy az Omega Signature attachmentjét kézből tudod ambusolni Infested bolygóra, mert Gene Stealer, Discard Pie-ból viszont nem. Jól látok, hogy Miklós kérdezett valamit, emlékeim szerint ez volt a kérdés lényege, hogy előtte el tudja dobni shieldnek vagy sem. A válasz az sajnos nem. Tehát abban a pillanatban, hogy discardba kerül a Signature attachment, onnantól kezdve sajnos csak deploy phase-be tudod kivarázsolni onnan. Így van. Így viszont teljesen jól járt vele, mert csinált abból a Signature unitból egy 5-4-es egységet, egy 5-3-as egységet. 5-3-asat, igen. Hát úgy hallottam, hogy az 5-3 5 pénzért az amúgy alapjártan nem lenne jó, de úgy, hogyha ez ambusból jött, úgy azért már egész kellemes. Igen, a meglepetés faktor az sokat számít, ezért amit mondtam is neked, hogy valószínűleg azért nem is számoltott Barzurral azon az első bolygondon át, mert úgy vélte, hogy ezzel a nagy hurkával, ezzel a Soul Grinderrel itt igazából elég erőteljesen el fogja tudni vinni a dolgot. Ugye ebben elég Omegának az ereje, ez a meglepetés ambush. Érdekes amúgy, mert én Omegát, meg úgy amblog a Tinedal frakciót nem tartom annyira erősnek egyelőre, a limitált kártya set miatt, vagy a card pool miatt, hogy mondhatom így a csúnya angol kifejezéssel, meg ugye a 6 lap, 6 resource kezdés miatt. De mindig meg tudok lepődni azon, hogy ha miután ki tudott épülni a Tyranny the Command, utána Omega milyen
tudjak dolgokat, képes beambusolni, és csak jönnek. Volt egy videó pár szezonnal ezelőtt, ahol sajnos én voltam az Omega vonatnak az elején, és engem gázolt el akkor éppen István, vagy Nigel. És szerintem nagyon hasonló a meglepetés okozhatott most Donátnak is, hogy ő simán elfogadta azt, hogy ott azért tényleg a Soul Grinder, hogy te is mondtad, tud majd bunyózni, és aztán csak jönnek és jönnek a srácok. Szomorú. Igen. És akkor ugye, hát Donát fel is adta a dolgot, inkább hazavitt a Soul Grindert, hogy hát esetleg később még Commandban valamit tud vele kezdeni. Haza kellett hoznia, hiszen a kezdeményezés jelentleg Miklósnál van, tehát a refresh phase után, vagy tehát a frissítés után, ugye sajnos ő ütött volna először, és igen, kétlem, hogy van, játszik valaki ötös shield-el. Eléggé meglepődnék, hogyha valakinek a deckjével egy ötös shield hozzátenném. Ez vicces játék lenne. Élvezném. Egy picit. Az a helyzet, hogy azon a második bolygón sem sokkal jobb. Ugye ott van most már Barzul, és most már be tudja védeni azt a két egységét, ami azért nem rossz, valljuk be. De ugye itt fontos kérdés, hogy mik lennek a prioritások. Tehát, hogy ütnéd a Warlordot, hogy mi hamarabb letolod azt a 6 HP-ját, vagy esetleg a Zion Trope-ra mennél rá. Jó kérdés. Az a baj itt, hogy én a Khorne Berserkert nem szeretem Barzulba, mert szerintem kontraproduktív azzal, amit szeretnél csinálni a hőssel. Legalábbis a játék elején. Ugye jelenleg az a szituáció, hogy van egy olyan egységem, ami nagyot fog ütni, van egy egységem, ami brutál és nagyot fog ütni, és van egy egységem, ami a hősöm, és jó sokáig bírja. Jó sokáig bírják miattuk a két combat egységem. Az lesz a kérdés, hogy van-e még mit ambusolni Miklósnak a kezéből? Ha van, akkor sajnos ez a bolygó is elúszhat, combat szinten. Ha nem, akkor lehet, hogy a Cleavers és a Khorne Berserket bőven elég lesz. Uh-huh. Szóval próbálom lesni Miklósnak a kezét, de elég sok lap van benne. Stealer, igen. És jön egy shield. Színapszot ütötte a Donát. Hogy? Te is a színapszot ütött volna? Nem vagyok benne biztos. Én lehet megpróbáltam volna Omegát mi hamarabb letolni. Azért vagyok, hogy most is van jelenleg két infestált planet. És a következő körben, hogyha itt nem nyerek, akkor ez a bolygó marad infestált. Tehát, hozzátenem, hogy a következő körben, ha itt most nem nyert Donát, akkor kikapott, hiszen kettő zöld, kettő piros bolygószínnel Miklós eléggé kényelmesen tud majd mosottra az első bolygóra komitolgatni. Így van, de ha mondjuk a veszít is még van esélye, mert valljuk be, hogy ha most Barzult befordítja, akkor abból lesz egy 3-11-es egység, de sokkal nagyobb esélye lenne, hogyha mondjuk a bolygó nem lenne infestált. Vagy ha infestált a bolygó, akkor valljuk be, hogy egy véres Omega az egy sokkal előnyösebb, mert akkor nem tud ambusolni. Akkor Miklós is csak azzal játszik, amit a deployban lerak. Én ebből a szempontból inkább Omegát ütöttem volna. Én bevallom, Hormagantot téptem volna le az égről, minél előbb, tehát az a két sebb az előbb leesik, és talán ezt a két sebbet megkínáltam volna a keresős Jean-Stealert, mert ugye az 3-2 stattal járkál a játékban. Igen, itt már érzi, hogy itt el is úszott minden. Igen. Kellemes kézműtést láthattunk. Bevallom, így utólag végignézve a meccset, szerintem Donát nem hibázott olyan nagyon nagyokat, szóval nem hiszem, hogy a saját hibájából mehetett el a meccse. De az mindenképpen ilyen intőjel, hogyha a Tyrande elkezd komandba elhúzni melletted, mint a messzes. Igen, akkor nehéz behozni. Igazából összesumázva itt tényleg annyi történt, hogy Subject Omega tudott annyi komandot elvinni, hogy már mindegy legyen, mit pakol ki Barzul. Sajnos ezzel nem tudsz mit csinálni, hogyha nincs a kezedben a megfelelő elit, ami megmentheti ilyenkor a csatát. Az egy possessed, ha itt kificzent volna a Khorne Berserk mellé, lehet, hogy jobban járunk. Vagy hát járt volna Donát. És az mondjuk egy kicsivel olcsóbb is, és ezért mondtam is, hogy az ár is fontos azért az elitek szempontjából. Viszont egy jó meccset láthattunk. Azért nem írnám még le annyira a tiranidákat, főleg Omegával, meg ezzel az új lapkészlettel, amit kapott, egész jó lett. Hát reméljük, hogy a jövőben látok még hasonló izgalmas Omega mérkőzéseket, és hát, hogy Barzul is kap majd valami izgalmasat. És egy-két izgalmas játékot. Remélem mindenkinek tetszett a meccs. Szerintem is teljesen remek meccs volt. Hozzátéve, hogy a morális győzelem ugye itt a Barzul játékosnál van, hiszen elég, ha vér folyik, mindegy, hogy kié, és vér azért folyt rendesen. Így van. Úgyhogy igen, remélem a nézőknek is tetszett a meccs. Kicsit sajnálom, hogy a közepén elkalandoztunk így az elites témának az irányába, de úgy érzem, hogy ez fontos volt megemlíteni, hogy miért is fontos ilyenkor az, hogy valahogy visszamászol az ember a játékba, hogyha a kommandjál is úszott.
Így van, mindenképpen. Remélem, tényleg tetszett mindenkinek, és hát találkozunk még majd a jövőben. Sziasztok! Sziasztok!